Das Orchester setzt sich aus fast 100 Musikern zusammen. Für ein komplettes Konzerterlebnis verfügt die Band auch über einen Chor und ein Schlagzeugensemble. Bei dem Konzert in Ratsbeter wurden sie von einer Gitarre begleitet. Neben den Konzerten bietet die Deutsche Selbstverwaltung in Ratsbeter eine breite Palette weiterer Aktivitäten an. Nagyon sok programunk van az évben, ezt azért így elmondhatom, hogy kiemelkedőnek számítunk itt a térségben. Főként együttműködésben tartjuk a rendezvényeinket a helyi civil szervezetekkel, az Ifjúsági Egyesülettel és a Hagyományőrző Egyesülettel. Az év eleje az inkább az Ifjúsági Egyesület javára dől, ha így mondhatom. Húsvétoló rendezvényünk van, gyereknapunk van, és ez mind közösen. Ami még egy nagyon fontos pontja ezeknek a dolgoknak, hogy a cigány nemzetiségi önkormányzat is mindig kiveszi a részét ezeken a rendezvényeken. Az év második felében fúvószenekari találkozóval készülünk, szeptemberben. Tavaly volt az első, nagyon nagy sikerrel, 3-4 fúvószenekar mutatja itt meg magát nálunk akkor a színpadon, és hát a közönség létszámát csak becsülni tudjuk, de 400 fő körül jártunk tavaly, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is szép számban lesz érdeklődő. Amit még fontosnak tartok, azok a karácsonyi rendezvényeink. Adventi rendezvény sorozatunk van, ami minden advent hétvégét érint. Ez szintén összefogásban mondható, a Rózsafűzér Társulaton át, az Ifjúsági Egyesületig, a Hagyományőrző Egyesületig, mindenki kicsit megmutathatja magát minden oldaláról, saját oldaláról főként, és hát ennek az összefogója a német önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat. Die Einbeziehung von Jugendlichen in der Nationalitätenprogramme ist keine leichte Aufgabe. Brigitte Regert, Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Ratsbeter, ist der Meinung, dass es an den Verantwortlichen liegt. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk vezetőknek a kezében van. Ezt muszáj egy kicsit, nem is azt mondom, hogy erőltetni, de megismertetni, és mindig napi szinten tartani, hogy ez mennyire fontos, hogy honnan származunk, honnan indultunk, hogy mi alakította ki azt a kultúrát, ami itt Újpestén is megmutatja magát. És ebben nagyon nagy segítség az Ifjúsági Egyesület, illetve a Hagyományőrző Egyesület, ahol ifjúsági fúvószenekar és tánccsoport is működik a mai napig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalok megismerhetik ezt a kultúrát, megkedvelhetik, és kivehetik a részüket a közös munkában. Traditionelle Programme sind ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben des Dorfes. Sie bringen die Gemeinschaft wirklich zusammen, daher versuchen sie, so viele Projekte wie möglich zu organisieren. Mindenképp fontosak. Egy ilyen koncert jobban megmozgatja a lakosságot. Egy ilyen harmonika együttes, vagy akár egy fúvószenekari találkozó mindig minden korosztályt érinthet. A kicsitől, a nagyig, a szülőkön át, a nyugdíjas nagymamáig, nagypapáig, és ez fontos, hogy összekovácsolja a közösséget. Das Programm war das Erlebnis der gemeinsamen Arbeit von 6 Gemeinden, Ratsbeter, Devecs, Kassa, Balkan, Vakan und Ivan Botjan. Es ist ein Beweis dafür, wie groß die Rolle der Zusammenarbeit ist. Die Organisatoren hoffen, in der nahen Zukunft ähnliche Veranstaltungen organisieren zu können.